Aki a temetőbe lop, szégyellje magát. A szolnoki temető a vármegye egyik legnagyobb sírkertje. Ebből nem kellene automatikusan következnie, de nagyon gyakoriak, szinte mindennaposak a lopások, de a sírongálások sem ritkák. Tavaly évben több volt olyan, hogy viráglopás, tövestől elvették a krizantémot, kivették a vázából a virágokat, levagdalták a krizantém fejeit, és hát ugye nem beszélve arról, hogy esetleg a rózsákat meg úgy levágták tőből, úgyhogy nem lehetett semmire használni. A gyakori temető látogatók tudnak olyan esetről is, hogy a frissen hantolt sírról egyik napról a másikra eltűnt az összes koszorú. Ez kirívó eset, de a viráglopásokon már nem lepődik meg senki, legfeljebb felháborodik. Hoztam két tojást a sírra a szüleimnek, és másra jöttem volna meglocsolni, és ellopták. Sőt, volt olyan is, hogy telültettem virággal, és akkor másnapra ellopták. Jöttem volna locsolni, és ellopták. Ezt nem tudom mikor pontosan, hogy mikor, hát csak éjszaka valamikor, mert másnapra jöttem meló után, és akkor nem voltak meg egyáltalán a virágok. Nem tudom, hogy hogy kivetemedek ilyenre, hogy egyáltalán, hogy másnak a sírja elvigye a virágokat. Hát ez, szóhoz nem tudok jutni tulajdonképpen. Közösségi médiás közzétételek, feljelentések sora követi a temetői lopásokat. Mindezek ellenére úgy tűnik, a folyamat megállíthatatlan. Hát sajnos itt ilyen ültetett virágot is loptak ki tövestől. Muskátlit, mikor mit, többször szálas virágot, vázát a sírról. Úgyhogy ez új síremlék, meg új váza. Úgyhogy sajnos előfordul. Egy-egy műkő váza 60-80 ezer forintba kerül. A megfigyelések alapján szakértő lehet a vázatolvaj, hiszen úgy lopja el a virágtartót, hogy a sír más felületén semmiféle nyomot nem hagy, vagyis azt már nem rongálja meg. Na most a temető gondnoksággal is beszéltünk, hogy mit ajánlanak. Ők ajánlották azt, hogy ne lehessen simán ellopni, mert így fel tudják a vázát bárhol használni, ezért is lopják el, ezért gravírozzák bele a halottnak a monogramját, mert így akkor nem tudja felhasználni, mert azt már nem lehet kicsiszolni. Gyanú az, hogy nem egyszerűen letörik, hanem olyan, mintha szakember tenni a vázáknak a levételét, mert a síron nincsen sérülés, tehát se karcolás, semmi, hanem ahogy én fényképen láttam, szinte szakszerűen veszik le. Sokak szerint, ha lenne a temetőben kiépített rendőrségi bekötéssel bíró biztonsági kamera rendszer, jelentősen csökkenne a lopások, rongálások száma. A sírkert közterületnek minősül, így annak bekamerázásáról az önkormányzatnak kell döntenie, vállalva a kiépítés, illetve az üzemeltetés költségeit. Mások szerint viszont a bokros fás temetőben még ez sem jelentene biztos megoldást.